Dr. Kádár Anna Mária pszichológus szerintem senkinek sem kell bemutatni. Az RDTV nézői már ismerhetik a Pszichotrillák műsorunkból, illetve határon innen és túl is nagy népszerűségnek örvend. A mai nappal kezdődően a Mozaik legújabb rovatában, a Pszichopercekben találkozhatnak hétről hétre vele nézőink, melyben mindig egy aktuális pszichológiai jelenségre kapunk választ az ő segítségével. Vendégem tehát Kádár Anna Mária pszichológus. Szia, szeretettel köszöntelek! Én is szeretettel köszöntöm a nézőket. Szerintem vágjunk is bele a lecsóba egy fontos kérdésre, hogy manapság, ugye, hogy ilyen időket élünk, de akár ettől függetlenül, milyen pszichológiai témák foglalkoztatják leginkább az embereket? Most, hogyha például gondolkodtál ugye a rovat szempontjából is. Azt gondolom, hogy mindig vannak olyan aktuális témák, amelyek mindig időszerűek, például akár a szülő-gyerek kapcsolat, akár a párkapcsolati buktatók, a családi rendszernek a problémái, akár a társadalomhoz való viszonyulásmódunk, az önreflexió, az önismeret, igazából ezek kincses bányák, soha nem fogynak ki, mindig újabb és újabb aspektusokból megnézhetjük, sőt, van rengeteg olyan kérdés, ami arra vonatkozik, hogy vajon egyik-másik szindróma, egyik-másik kifejezés mi az, amit akar, mondjuk ezeket megvizsgálni közelebbről, mélyebbről. Azért jelentős különbség például a pszichotrillák és a pszichopercek között, hogy tehát időbeli különbségről beszélünk, 5 percben fogod majd összefoglalni a pszichopercekben ezeket a problémákat, illetve hát ezekről a jelenségekről egyáltalán beszélni. Miért fontos, hogy akár ennyi időben is megemlítsük ezeket a kisebb problémákat, jelenségeket, illetve mikre kerül majd sor? Már tudhatunk-e pár témát így az elkövetkezendőkben a rovatban? Igen, azt gondolom, ez azért jóval nagyobb kihívás, mint akár egy óra, másfél óra alatt beszélni, ugye a pszichotrilla az 21 néhány perces, de így 5 percben a lényeget elmondani, hát nem egy egyszerű feladat. Én azt gondolom, hogy ezek a percek tényleg ilyen figyelemfelkeltőek, újabb kérdéseket indíthatnak el a nézőkben, esetleg felkelthetik a kíváncsiságát, érdeklődését, lesz majd könyvajánló és mindenik kis rovatnak a végén, úgyhogy lehet tájékozódni, utána olvasni, esetleg családi beszélgetéseket is beindíthat. Tehát tényleg ezek olyan kis morzsák, amelyek szerintem olyan mondatokkal végződnek, amelyiknek nem pont van a végén, hanem 3 pont. Tehát mindenki kiegészítheti, rászőheti a saját történetét. Hát reméljük, hogy az egyik kedvenc rovata lesz a Mozaik nézőinknek, illetve hát az is fontos, hogy ugye a mai világban sokkal inkább, tehát az emberek rohannak egy 5 perces rovatot, talán sokkal könnyebben megnéznek az elejétől a végéig, és hát ez is lehet egy fontos vonatkozása most. És hogy nem sokára érkezik ugye az első részünk, ami nagyon is aktuális így a mai napra, annyit elárulhatunk, hogy ugye a gyászfeldolgozásról lesz szó gyerekkorban, de akkor hadd ne beszéljünk arról, mert hogy ugye a rovatunkban majd bővebben kifejted, illetve beszéljünk arról pontosabban, hogy ugye az online világban éljük a mai mindenféle érzelmünket, esemény, történést, ami az életünkben zajlik, azt ott az online világban is próbáljuk megélni. Hogy van ez a gyászfeldolgozás szempontjából? Tehát hogyan jelenik meg az online térben manapság? Mi az, ami illik, mi az, ami nem illik? Neked mi a véleményed erről? Ez nagyon sok változást elindított szerintem az online térben, magának a gyásznak a megjelenése. Egyrészt, hogy az újsághirdetések helyett nagyon sokszor ott találkozunk először azzal, hogy valaki közelebbi vagy akár távolabbi ismerősünk elhunyt, és nagyon sokszor azt látom, hogy ez is csak ilyen kérdőjeleket vet fel, mert valaki mondjuk kitesz egy ilyen gyertyás fotót, és mindenki őszinte részvételt kíván, de hogy nem tudjuk egyáltalán, hogy kinek kellene részvételt kívánni, illetve ki az, aki eltávozott közülünk. Én azt gondolom, hogy igen, az online térben manapság persze meg lehet osztani ezeket az információkat, viszont a gyász az egy személyes és magánügy. Tehát, hogy én azt látom, hogy ez inkább egy belső munka, mint hogy ezt most kitegyük, vagy valakinek kezdjük magyarázni, hogy mit érzünk, hogyan érezzük, mert ez a része már szerintem nem az online térre tartozik. Segít egyáltalán az, hogyha az online térben is megosztjuk? Tehát segíthet akár a gyászfeldolgozásban, hogyha már a mai témánk ugye erről szól? Hát ez nagyon érdekes kérdés, mert hogy
Emlékszem akár a saját életemből ezelőtt 2 évvel, mikor nagyon-nagyon hirtelen elhunyt édesanyám, és emlékszem, akkor ünnepnapok voltak, és még az újságban sem tudtuk ezt kitenni, hogy ennek tényleg olyan hírértéke van, hogy aki szeretne, aki búcsút szeretne venni, az legyen ott, de hogy nagyon-nagyon nehéz akár egy ilyen posztot megírni, hogy akkor mit írt benne, akkor egyáltalán mennyit mondjál el arról, hogy mi az, ami történt. Ez valahogyan szíven ütő, tehát maga a halálnak a ténye, és egy nagyon kemény pillanat ugye a saját életünkben, amikor elindul a gyászfeldolgozás folyamata, és ez egy kicsit olyan, mintha valahogy abból a tagadási fázisból kilépnénk, és hogyha az online térben ez így megjelent, akkor ez így... Ez olyan, mint ugyan véglegessé tenni ezt az egészet. Hát, hogy nem mondhatom el senkinek, elmondom mindenkinek, igen. És akkor várok valamilyen féle feloldozást ettől a naptól kezdve. Hogyha a mai napot, illetve hát ugye átbeszéltük, hogy a mai és a holnapi napról is beszélhetünk, holnap van a halottak napja tulajdonképpen, akkor ilyenkor, hát így pszichológiai szempontból vajon hogyan kellene az emlékezést gyakorlatilag az életünkbe ültetni? Úgy gondolom, hogy az emlékezés az nem kellene csak egy napra korlátozódjon. Tehát, hogy ez a halottak napja is egy az összes többi emléknak közül, hiszen az, akit elfelejtünk, és az, akit nem mesélünk vissza a saját élettörténetünkbe, akinek az életmeséje tényleg nincs ott a mindennapokban, ahogy a különböző süteményeket sütjük, ahogyan felemlegetjük végül is a nap minden egyes pontjában. Mindig lehetnek ilyen szálok vagy kapcsolódási pontok. Természetesen, hogy ünnepnapokkor jóval nagyobb ez a hiányérzet, viszont hogyha csak erre korlátozódik, akkor ez valahogy olyan mesterkilt lesz szerintem ez az egész megemlékezés. Nagyon szomorú az, amikor valaki például csak a halottaira úgy emlékszik, hogy halottak napján kivisz egy csokor virágot, és akkor kipipálja, és ennyi. Ez egy jóval hosszabb történet, és én azt gondolom, hogy miután letelik a gyászév, amikor végül is ugye az ünnepnapokat újból átéljük a szeretett személynek a hiányával, ezt az űrt csak is úgy tudjuk visszatölteni, hogyha tényleg visszahozzuk őt a mindennapokba, hogyha ott vannak a fotók, lehet beszélni, lehet felemlegetni, lehet akár kellemes pillanatokról is beszélni, hogy ne csak a vesztesség élménye jelenjen meg, hanem a hála is, hogy mennyire jó volt, hogy mennyi időt együtt töltöttünk, meg voltak a közös élményeink, tapasztalataink. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál és egy picit beszélhettünk. Hát hasonló témák ugye fognak megjelenni a rovatban, és reméljük, hogy még tudunk ennyire aktuálisak lenni, mint ahogy fején találtuk a mai nappal a szöget.